Úgy gondolom, hogy a Binance Launchpad egy olyan lehetőséget nyújt, ahol nagyon gyorsan tudsz irdatlan mennyiségű profitot generálni. Üdvözlök mindenkit a Decentralized Finance Hungary mai videójában. A mai videóban el fogom nektek mondani, hogy milyen olyan stratégiát találtam ki arra, hogyha gyorsan egy jó profitot akartok generálni a Binance Launchpad-en keletkező projektekkel. Illetve azt is meg fogjuk csinálni, hogy bele fogok rakni 50 Binance Coin az Elephant Money Wrapped BNB pooljába, azért, hogy nekem ez napi passzív jövedelmet generáljon. Ugye az Elephant Money-ról már beszéltünk, a Bankroll fejlesztőitől érkezik ez a projekt, miben én a Bankrollban teljes mértékben megbízom, és eddig abszolút pozitívan tudok róla nyilatkozni. Úgy gondolom, hogy ez a kicsit stabilabb, kicsit nagyobb market cap-es coinokra épülő projekt valószínűleg nagyon jó jövedelmet fog tudni generálni hosszú távon. Szóval ide majd belerakunk most mindjárt 50 Binance Coint, ami Wrapped Binance Coinként fogjuk tudni belerakni. Előtte ugye meg is osztom veletek akkor a stratégiámat. Ugye a stratégiám az az lesz, hogy tegnapi announcementje érkezett ugye a Linear Finance-ről a Binance-nek, tehát hogyha megnézzük a Binance-t, Twitterjét, akkor fogjuk látni, hogy kiposztoltak egy olyat, hogy a Linear Finance-t, a Linát fogják ugye föltenni az exchange-re. Ez pontosan reggel 7 órakor, vagy reggel 6 órakor történt. Én úgy gondolom, hogy ilyenkor, hogyha nektek van Twitterek, a kriptóban nagyon fontos, hogy legyen, mert a Binance, illetve egyéb a CZ nagyon sokat szokott ide posztolni, akkor ezt a kis bell icont, ezt a kis harangocskát be kell x-elnünk, hogy mindenképpen kapjunk alertöket a telefonunkra, tehát jelezzen nekünk a telefon, és mindig legyünk toppon, mindig legyünk képben, ugyanúgy a Telegram grupba is be kell mindig lépni, nézni kell, hogy mit írunk be. Sok nagyon klassz korán informálódó ember van itt benne, aki be fog írni információkat, és meg fogja velünk osztani. Tehát nagyon-nagyon résen kell lenni, toppon kell lenni, és korán legyetek benne mindig. Például most a Linával azt, ha megnézzük, akkor a Linával tudtunk volna csinálni 180%-ot reggel 6 óta, ami egy nagyon nagy profit, sőt, már 187%-nál járunk. Tehát majdnem meg négyszerezted a pénzedet, akkor, hogyha reggel 6-kor beszálltál volna ebbe a projektbe. Ugye megnézzük a Linát, a Binance-en fogják listázni, és a Binance Launchpad-en itt látjuk, hogy Lina token will be listed. Még mindig nincs listázva, ezért az olyan exchange-eken veszik az emberek, mint a HBTC vagy az MXC. Ugye itt látjuk Lina. Most az én következő stratégiám az lesz, hogyha látok egy ilyet, most ugye arra spekulálunk, hogy az Oikos is egy hasonlón fog keresztül menni, akkor a Binance-en, a Twitteren fönn lesz, hogy Oikos fogják listázni, vagy bármilyen olyan tokent, ami föl fog kerülni ide, és egy ilyen hasonló, gyors kilövésbe fog részt venni, amiről nem maradnánk le szívesen, ugye. A listázást követően, ugye, akkor a tokenek fölkerülnek a Binance-re, ahol ugyanúgy lehet őket trédelni. Most arra vagyok kíváncsi, hogyha Linear felkerül a Binance-re, és aktív lesz a trade, akkor az emberek, akik itt az MXC-n megvették, most eladják, vagy még nagyobbat fog menni az ár, nem tudjuk. De azt mindenképpen tudom, hogy a Binance Launchpad egy nagyon jó lehetőséget tartogat számunkra akkor, hogyha gyorsan szeretnénk egy projektbe belekerülni, ami föl lesz rakva a Binance-re, mert tudjuk, hogy ami felkerül a Binance-re, az így nagy mérföldkő minden projekt számára, és nagy mennyiségű volumen tud belemenni pénzformájába a tokenek mögé, ami azt jelenti, hogy gyorsan tudunk nyilván nagy profitot csinálni. Nem szabad nagyon mohónak lenni, de úgy gondolom, hogy mindenképpen ez egy jó stratégia akkor, hogyha az emberek szeretnének ugye nagy profitra szert tenni. Ugye a másik olyan történet, amiről beszéltünk, az a Cardano, ugye ha megnézzük, óriásit ment ő is, ugye róla tudjuk, hogy ő pedig a CoinMarketCap-en lesz listázva, a Coinbase Pro-n lesz listázva, ugye a Coinbase a kék színű
applikáció, a Coinbase Pro a fekete, kicsit haladóbbaknak van kitalálva, és látjuk, hogy a Cardano szintén egy óriási kilövésen ment keresztül. Úgy gondolom, hogy az 1.70 dollárt szerintem el fogja tudni érni a Cardano. Most ugye nagyon sok olyan pozitív jelzője van a piacnak, mint látjuk, 58 ezer bitcoin. A Ethereum is nagyon szép, tehát elég zöld ma a piac, tehát ez egy nagyon pozitív nap. Úgy gondolom, hogy mindegyik token hosszú távon nagyon be fogja hozni az ígért elvárásokat, illetve a következő stratégia szerint, hogyha szeretnénk gyors profitra szertenni, akkor ez egy jó dolog, hogyha mondom a Twittert nézitek folyamatosan, és utána az, hogy mit ír a Binance, illetve a Binance Launchpad-et. A Launchpad-en pedig, amik felkerülnek tokenek, projektek, azok valószínűleg óriási lendülettel fognak elindulni. Akkor nézzük is meg akkor a Pancake Swap-ot, és én be is teszek akkor most ide az Elephant Money-ba összesen 50 BNB-t, akkor én most belakok ide még 49-et, mert nekem itt van benne 89900. Hát tudjátok, hogy berakok 50 BNB-t, de ugye ez nem BNB, hanem ez Wrapped BNB, szóval mindenképpen itt ezt át kell írnunk WBNB-re. És úgy gondolom, hogy 50 BNB-t fogok tudni akkor én most ide betenni, hogy nekem ez passzív jövedelmet generáljon. Ugye megvárjuk, hogy a tranzakció végbe menjen. És ide be is fogjuk tudni őket depozitálni mindjárt. Pici idő kell, hogy elteljen. Frissítek ennyit. És akkor menjen is be az 50 Binance Coin, ami végül is 45 Binance Coin lesz. Deposit. Amíg a tranzakció átmegy, addig megnézzük ugye, hogy milyen teljesítményt ad le nekünk ez a Linear Finance tokenünk. Ugye nem szabad összekeverni vele. 187%. Hát valami őrületes egyébként. Tehát mondom, ez egy nagyon, sőt már 196, mindjárt 200%. Ez úgy gondolom, hogy nem sokára ténylegesen eléri a 200%-ot. Nagyon pozitív, nagyon szuper. Ugye ide van írva, 47 perc és 0,8 másodperc a listázásig. Ezek a lehetőségek, hogy ilyen teljesítmény leadjon egy ilyen token, az a Binance-nek a reputation-nél múlik, tehát a Binance-nek a hírnevén. Úgy gondolom, hogy a Binance tényleg egy fontos mérföldkő minden olyan projektnek, ami mindjárt 196%, hogy egy olyan mérföldkő, ami minden projektnek egy nagy-nagy szó, hogyha oda felkerül. És én is úgy gondolom, hogy mi Binance-ra felkerül, az valóban egy nagyon jó projekt. Most ez nyilván a hype miatt megy ilyen hamar fölfelé, és lesz egy visszaesés. Én ebben már nem merek beleugrani, én erről sajnos lemaradtam, de aki reggel 6-kor fölkelt és beleugrott, és a Telegram csoportban értesült, hogy lesz ez a projekt, annak gratulálok szívből, megérdemli, és remélem, hogy a következőben együtt tudunk örülni ennek. Na, akkor én beraktam a Binance coinomat, 45,899 Binance coin, tehát összesen levont 10%-ot. Ugye, hogyha én ezt ki szeretném innen venni, akkor szintén a withdrawval ki tudom innen venni, hogy 45,899. Akkor megint 10%-ot elvonna. Ez azért jó, mert én úgy gondoljuk, mindannyian úgy gondoljuk, hogy a Binance coinnek az értéke hosszú távon föl fog menni, és a 1000 dollárt meg fog jutni. Emellett ugye fogjuk tudni a rewards-einket visszarollolni, és ezzel egy ilyen hógolyó effektust előállítani, amivel még több Binance coin tudunk szert tenni. Köszönöm nektek a figyelmet, és a következő videóban találkozunk, és mindenkinek még egyszer gratulálok, akinek sikerült a 200%-ot már-már elérő Linear Finance-be beleugrania. Sziasztok!